Jó napot kívánok, köszöntöm a Mozaik című műsorunk nézőit. A nyári napozás után nagyon fontos, hogy figyeljünk a bőrünkre. Ha folyamatosan önvizsgálatot tartottunk, akkor is érdemes évente legalább egyszer ellátogatnunk a bőrgyógyászatra. A legjobb időszak erre a nyár vége vagy az ősz eleje. Hogy miért fontos, erről fogom fogadni vendégemet, dr. Papp Orsolya bőrgyógyász, köszöntöm itt a stúdióban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Valóban a nyár során alakulnak ki bizonyos betegségek, és mi az, ami a leggyakoribb? Nem feltétlenül csak akkor alakul ki, csak az emberek vetkőznek, egyre kevesebb ruhanemű van rajtuk, és hajlamosabbak észrevenni ezeket az anyajegyeket, vagy bármely bőrrel változásokat, esetleg betegségeket. De nyilvánvalóan egy sokkal nagyobb sugárzást kap a bőrük a nyár folyamán, és ez több változást idézhet elő. Na ezért tényleg ez a nyárvégi időpont az eléggé jellemző anyajegyszűrés szempontjából. Bár aki ezt nem teszi meg, az év bármely napja alkalmas lehet rá, de ez egy jellemző időpont. Vannak olyan bőrtípusok, akiknek esetleg évente kétszer is szükség lehet ilyenre, akkor tavasz-ősz szokott lenni ez a kettő. Mi az, amit figyeljünk mindenképpen, hogyha otthon önvizsgálatot tartunk, mikor kell mindenképpen orvoshoz fordulni? A kulcs szó az a változás. Jönnek új anyajegyek, rengeteg olyan dolog van a bőrön, ami nem klasszikus anyajegy, nem a klasszikus pigmentált anyajegy, de szakmailag mégiscsak anyajegy. Nem feladata eldönteni otthon az embereknek, hogy az valóban gonosz-e, vagy nem okoz problémát, de ha hirtelen jelenik meg, vagy ott volt, de hirtelen elkezd változni, akkor azt praktikus megmutatni. Napfény, növekedés, kamaszoknak a hormonális változása sok minden befolyásolja, de ha változik és jelentősen, akkor irány a bőrgyógyászat. Milyen problémákkal érkeztek a nyár folyamán? Mit figyelt meg a doktor? Hát voltak azért égett betegek most is, bár kevesebb, mint az elmúlt években. Pigmentfoltok, megváltozott anyajegyek, illetve azt is fontos elmondani, hogy nem csak anyajegyek vannak a bőrön, bárhol kialakulhat egyéb elváltozás is, akár daganat, nem csak anyajegyekből alakulhat ki daganat. Hogyan tudjuk a nyári időszak alatt védeni a bőrünket? Milyen téveszmék vannak? Hát a napfényvédőknek most már elég széles a skálája. Tehát régen nagyon könnyen le lehetett rázni ezt a feladatot azzal, hogy nem szeretem, zsíros, ragad, a ruha is hozzám ragad, a homok a tengerparton és egyéb. Most már az egész lágy, spréformájú fényvédőktől a zsírosabb, testesebb krémekig bármit meg lehet találni, úgyhogy ez már nem lehet kifogás. Ami nagyon fontos, amikor ezzel a napvédővel bekenjük a bőrünket, el kell, hogy teljen egy 15-20-25 perc, hogy ez beszívódjon, és elkezdje a hatását. Rengetegszer látjuk azt a tengerparton, vagy fürdőhelyeken, hogy anyuka, a gyerekek, tokától bokáig szinte le vannak vakolva szegény gyerekek, és akkor azzal a lendülettel mennek is be a medencébe, és vagy a tengerbe. Na most ezzel sok mindennek ártunk, és semminek nem használunk, rögtön le fogják mosni a vízzel a napfényvédőt, a bőrük le fog égni, mert még nem tudott hatni, és a vizet is összepiszkoljuk. Úgyhogy mielőtt vízbe megyünk előtte, legyen meg ez a 15-20 perc mindenképp. A tevékenységtől függően kell esetleg újrakenni a nap során, vagy éppen nem fontos újrakenni. Vannak már olyan fényvédők, amik nagyon szőrös, félig hajjal borított, félig kopasz fejbőrre is applikálhatók, tehát ez sem lehet már kifogás, hogy azért nem. Fontos az is, hogy nem az anyajegyeket kell bekenegetni, hanem az egész bőrt. Nem kell leragaszgatni az anyajegyeket külön-külön, hogy hú, ez egy nagyobb és barnább, és leragasztom, és akkor nem kenem be magamat. Sokkal egyszerűbb bekenni. Ugye beszéltünk az egyik végletről, aki vakolatba él egész nyáron, tetőtől talpig,
Bokától Tokáig, ahogy hallhattuk, viszont van a másik véglet, aki soha nem keni be magát. Tehát mi a jó járható út? Valahol a kettő között kell ezt keresgetni, nyilván bőrtípustól is függ, hiszen aki olyan bőrtípus, úgy hívjuk, hogy 1/1-es bőrtípus, aki tényleg szinte átlátszó a bőre, hófehér, semmiképp nem tud lebarnulni, csak ég a napon, ő neki teljesen érthető, hogy mindig keni, sőt, vannak olyan ruhanemük is, amiket már ilyen UV-szűrős ruhanemük, és menekülnek is ezek az emberek a nap elől. Nekik indokolt, hogy ennyit használják. A másik véglet se jó, akinek nagyon klassz, jól barnulós, kreolosabb bőre van, ami egyrészt egyfajta védelmet biztosít nekik, de fennáll annak a veszélye, hogy hát úgyse égek le, nem kell bekenni magamat, de ettől függetlenül az évek során, hogyha úgy adódik, hogy sokat élnek a több évtized során, összegyűjtenek annyi sugárzást a bőrük, hogy bőrdaganatok kialakulását idézik ezzel elő, az összegyűjtögetett sugárzással. Van olyan daganattípus, időskori bőrdaganat, nem csak melanóma létezik, amit úgy írtak le régi tankönyvek, hogy földművesek, tengerészek tipikus daganata. Hát azért, mert nyilvánvalóan régen nem a kisasszonyoknál az volt a sik, ha hófehér a bőrük, ezek az emberkék meg kint töltötték életüket a napfényen, nyilván ez provokálta náluk ezeket a bőrdaganatokat. Úgyhogy valahol a bőrtípushoz kell igazítani azt, hogy milyen erős védelmet adunk a bőrünknek, meg mennyit szükség van a D-vitaminra is. Szüksége van a lelkünknek is a napfényre, tehát igenis ki kell menni, nem lehet, és nem jó, ha mindig bujkál az ember a nap elől, csak úgy csinyán. És, ami nagyon fontos, akár egy irodában is süt a nap, ha az íróasztalunk ott van az ablaknál, vagy a sofőrt is süti a nap a szélvédő mögött, és ott is számolni kell ezekkel. Ugye jön az őszi időszak, nem csak nyáron süt a nap, ugye az őszi időszakban is táplálnunk kell a bőrünket, vagy azokat a részeket, amik ki vannak téve a napsugárzásnak. Mi az, amit tanácsol az őszi-téli időszakra? Hogyha időben elkezdi az ember a bőrét kicsit visszatáplálni, hidratálni, akkor, hogy adjunk a hiúságunknak is egy kis adagot, tovább meg fog maradni ez a barnaság a hidratált bőrrel, mert később fog lekopni. Így is lekopik, de egy kicsit tovább tart. És talán, ha hajlamos a bőrünk kiszáradni, és majd jön a fűtési szezon, és még melegebb lesz, és még könnyebben kiszárad, meg a szél és a hideg idő, ezzel egy kicsit elodázhatjuk azt, hogy esetleg aki ekcémára hajlamos, akkor belobbanjon az ekcémája. Az őszi időszakban mi az, ami jellemző, ami elkezd kialakulni, mi az, amit védekezhetünk akár már most? Főként ez az ekcémásoknak az ideje, illetve ősszel elkezdődik az iskola, az iskolával jön a stressz, diáknak, szülőnek, tanárnak, mindenkinek, de itt a diákokat emelném ki a pattanások miatt. Októberre már elég sok dolgozat előkerül, témazárók is soron következnek, és ez elég erőteljesen meg fog látszani a bőrükön is, és jön a pattanásos időszak és annak a kezelése. Mi az, amit tudunk mi tenni otthon, akár szülőként, vagy már a tinédzserek, a nagyobbak? Megelőzésként igazából az, hogy megfelelően tisztítva legyen a bőr, ennyit, és hogy tanuljanak a dolgozatra, és kevesebb a stressz. Viccen kívül a tisztítás, meg némi hidratálás, és ezzel megtesznek akkor így mindent. Ha már ez nem működik, akkor szintén szakorvos. Illetve ha bármilyen tisztító és hidratáló készítményt használunk, de ez igaz a napfényvédőkre is, elsősorban a patikában kapható szereket helyezném előtérbe, bár most már nagyon sok drogériával van egybeesés, hogy vannak olyan termékek, amik kaphatók patikában is, és a drogériában is. Akinek nincsen semmi problémája a bőrével, nyilván azok kicsit
az egyszerűbb drogériában kapható termékek felé is elmehetnek, de praktikusabb inkább ezek a termékek használata. Vannak-e olyan vitaminok, amik segíthetnek a bőrünknek, akár a regenerálódásban, akár hogy szebb legyen a bőrünk? Igen, vannak különböző, sőt, összerakott vitaminkészítmények is vannak a nyár elején, azért is, hogy kevésbé égjünk, nehezebben éljünk, meg szebb legyen az a barnaság, és a későbbiekben a télen is, de ott inkább az immunrendszer célozzák meg. A-vitamin, D-vitamin, E-vitamin, ezek azért télen-nyáron jók. Egy normál, hétköznapi dózisban megvehető vitaminkészítményekben is, akinek valóban olyan szinten vitamin hiánya van, hogy azt orvos írja elő, akkor ott ezek közül például egy A-vitamin az már vényköteleség válik ilyen nagy dózisban, de ez már megint ez egy másik topik, de szedhetőek és ajánlott is szedni ezeket. Ugye most még nagyon jó idő van, tele vannak a strandok, akár a tópartok, viszont jön a hűvösebb időszak, amikor bekényszerülünk az úszodába. Ugye rengeteg gyerek úszik minden nap akár versenyszerűen, ugye az úszodai pH teljesen más egy vízbe, vagy hogyha többet tartózkodunk a vízben. Mi az, amit tanácsolna azoknak a szülőknek vagy gyerekeknek, akik többet látogatják az úszodát? Ami elég fontos, hogy ezt a klóros vizet, mert hát szükségszerűen az úszodákban klóros a víz és fertőtlenítik, ha ilyen közös iskolai úszásra járnak, mert inkább ez szokott felmerülni, nem amikor úszóedzésre jár valaki, hiszen akkor megvan az a napi rutin, és megvan az időbeosztás, az szokott inkább a kritikus lenni, amikor osztályokat visznek együtt úszni, és haladni kell, gyerünk, és nincs idő arra sem, hogy esetleg egy gyors zuhanyt végezzenek, és úgy klóros vízzel csak megtörölközve szaladnak vissza a suliba. Egy átlagos bőrt nem biztos, hogy megvisel, hogyha ez heti egyszer vagy kétszer megtörténik mondjuk egy-két hónapon át, de egy kiszáradásra hajlamos bőrt már meg fog viselni. Célszerű lemosni. Ha már lemossa simán vízzel, nem szappanozza, nem testápolózza, csak lemossa, azzal előrébb vagyunk. Nyilván súlyosabb esetekben be is kell utána krémezni. Egészen kritikus ekcémás gyerekek is mehetnek uszodába, de ott praktikus azokat a részeket, amik ezeknek az ekcémák megjelenési helye tipikusan, vékonyan otthon bekenni testápolóval indulás előtt. És az egy védőréteget ad rá, és akkor így nem marad ki az úszásból. Másrészt ezek az ekcémás részek könnyedben fertőződnek be szemölccsel, gombával kevésbé, de azt is össze lehet szedni. Elsősorban az úszoda szemölcsökre gondolok. Ha már van egy kis védőréteg rajta, meg kevésbé száraz, nehezebben is fogja összeszedni ezt a fertőzést a csemete. Ugye a téli időszakban fontosabb a testápolás, ugye ezt már többször említettük. Mi a helyes testápolásnak a módszere? A legjobb mosakodás után közvetlenül a testápoló használata, hiszen akkor vannak jobban nyitva a pórusok, mélyebbre fog beszívódni az a testápoló, és most már elég sok olyan testápolót is lehet kapni, ami lágy, tehát jól visszazsírozza a bőr, de mégis lágy, nem áll az ember zsírban tocsogva, és nem tudja fölhúzni még a pizsamáját sem, és akkor ezeket nem is fogják annyira utálni a gyerekek. Többet ér többször vékonyan bekenni, mint hogyha zsírba pakolja anyuka azt a gyereket. Nyilván vannak azok a súlyos esetek, amikor indokolt egy zsírosabb testápoló használata. Fürdés után. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Nagyon sok nagyon szívesen. Tippet adott arra, hogy az őszi-téli időszakban hogyan tudjuk ápolni bőrünket, illetve miért érdemes nyár után bőrgyógyászhoz fordulni. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Én köszönöm a meghívást. Kedves nézőknek pedig megköszönöm a figyelmet, örülök, hogy ma is minket néztek, viszontlátásra!